A hágai nemzetközi törvényszék március közepén elutasította Hadzsics szabadlábra helyezési kérelmét, a vádlott azonban fellebbezett, és ezt most jóvá hagyták. A fellebbíteli tanács döntése értelmében Gorán Hadzsicsot az amszterdami repülőtéren átadják a szerb kormány képviselőjének, akivel Szerbiába utazhat. A szerb belügyminisztérium garanciát vállalta vádlottért. Szerbiai tartózkodása alatt Hadzsics nem hagyhatja el új vidékváros területét, éjszaka otthon kell tartani tartózkodnia, le kell adnia útlevelét a szerb hatóságoknak, nem léphet kapcsolatba az ügyben érintett áldozatokkal vagy szemtanúkkal, és nem nyilatkozhat a sajtónak. Hadzsicnak végső stádiumban lévő agytumorja van, orvosai tavaly novemberben 12-24 hónapot jósoltak neki. Májusban vissza kell térnie Hágába. Gorán Hadzsic az önkényesen kikiáltott krajinai szerb köztársaság elnöke volt. Azzal vádolják, hogy felelősség terheli az 1991. júniusa és 1993. decembere között a horvátországi kelet szlavónia területén a helyi szerberők által elkövetett gyilkosságokért, kínzásokért, jogellenes fogvatartásért, embertelen bánásmódért, deportálásokért és rombolásért. A volt krajnai vezetőt csak 2011-ben vették őrizetbe Szerbiában, ő volt az utolsó szökésben levő a hágai törvényszék által megvádolt 161 személy közül. Hajicsi a per hivatalos kezdetét megelőző eljárás során ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádpontokban. Pere 2012. októberében kezdődött, a vád tavaly áprilisban fejezte be a bizonyítási eljárást, a védelem pedig júliusban kezdte meg a bizonyítékok felmutatását. A tervek szerint leghamarabb az idei év végén születhet ítéletügyében.